egyszer elkezdjük, és akkor mégse új, és te mindig kitalálsz valamit, nem? Mindig lehetőleg más. És ez mutatja meg tulajdonképpen a zsenialitásodat. Így van. Nem akartam mondani, gondoltam, hogy észre lehet venni, ugye. Pici korától már zeneiskolába járt, van neki zeneiskolai nyakkendője is, egy ilyen kék violin kulcssal. És Zoltánnal előszeretettel felszokták venni ünnepi alkalmakra. És emlékszem, amikor a zenekar Gizella díjat kapott Veszprém városától, az olyan, mintha te lenni az aranypolgár Veszprém, akkor kijöttetek ezekbe a nyakkendőbe. Gumis a teteje, és idáig ér, így szedcsontunk. És akkor ott álltunk, igaz? A bogármester úrral kezet fogtunk. Mindenki kiöltözött egy Szaros Pista Jézus neve napján, ti meg jöttetek ebbe a bizébe, a violin kulcsosba. Csinosak voltatok. Na Attika, akkor még egyszer légy, mutasd meg, hogy hogy is van az a híres, az a hoki bepörgetés. Zavarba jövök. Félj, most úgy, mint hogy nem figyelne mindenki téged. Tudod, csak úgy magadba otthon, amikor így dobolgatsz. Dobolgatok. Dobolgatsz, tudod. Mi van? Hogy a picsában van?